ostoba lenne az az oktatáspolitikus, aki 2010-ben azt mondaná, hogy nincs szükség az iskolában a technikai eszközökre. A világ olyan lett, hogy körülvesznek bennünket a technikai eszközök. Az iskolának ezt nem csak hogy alkalmaznia, használnia kell, hanem fel is kell készíteni a gyerekeket arra, hogy kilépve majdnem az életben ezeket anyanyelvi szinten tudják kezelni. Ezért igen nagy szükség van rájuk, a korszerű pedagógia támaszkodik is erre. De az eszközök soha nem írják és soha nem írhatják felül a pedagógusokat, akiknek példaadó embervezető munkájukra, a gyerekre gyakorolt hatásukra továbbra is, amíg világ a világ és amíg iskola az iskola, nagy szükség van. Ez egy nagy ünnep az iskolának, mert nagyon nehéz körülmények között egy nagyon komoly fejlesztést hoztak létre. A Móra Ferenc Általános Iskola jelen pillanat 144 tanulóval működik. Voltak gondjaink, gyerekek száma erősen lecsökkent, különösen a mélypontot 2006-ban ért el. Félnünk kellett akkor, hogy be fogják zárni. Azt gondolom, hogy az intézménynek jó híre van a környékben, és úgy gondoltuk, hogy a hagyományos tanári módszereket érdemes kiegészíteni olyan eszközökkel is, amelyik motiválják a gyereket. Az itteni rendszer az 15+1 munkaállomásos. Annyit kell róla tudni, hogy az iskola nehéz helyzetére és a beruházáshoz kapcsolt erőfeszítések mellé a cégünk gyártói engedményezéssel egy ajándéktanári gépet biztosított, illetve a nyelvi modult a DLL díjmentesen biztosítottuk az iskola részére. Tavaly ősszel, amikor Jászlapátin volt egy bemutató, akkor elmentem erre, és akkor itt találtam az X-klasszát, és amikor megnéztem, akkor megismerkedtem, úgy gondoltam, hogy ez a rendszer kell nekünk. Most pénz az nem nagyon volt hozzá, meg nem is volt hozzá forrás sem. Szerveztem gyorsan egy ilyen bemutatót, ahol az érdekelt felek találkozhattak. Ott voltak a nevelők, ott volt a polgármester, azt mondja, mindenki, aki ebben a dologban érdekel, és neki is tetszett az ötlet. Nekem ez azért esik jól, és azért lett referencia iskola, mert nekik nem egy kirakat beruházás ez, nem egy marketing húzás, amit mutogathatnak a szülők előtt, hogy komolyan akarják ezt használni, ezt a rendszert. És akkor folyamatosan szépen bevezetve a hagyományos rendszer mellett, szükség szerint fogjuk ezt alkalmazni, és a gyerekek már így kaptak is ízelőtet belőle, és nekik úgy láttam, hogy tetszett is. Azért tettük ezt az egyszeri engedményt, mert gyakorlatilag fél év óta kőkemény munkát végeznek a beruházás véget, és azt gondoltuk, hogy mi is valamivel hozzájárulunk ehhez, tekintve, hogy biztosak vagyunk, hogy egy nagyon erős bázis jön itt létre az ország ezen részén, ami hiánypótló az X-Class országos lefedettsége tekintetében. Sikerül megvalósítani azt, amit elképzeltünk. Eszközök, korszerű pedagógia, szeretet, gyerekközpontúság, ilyen iskolát szeretnénk, amelyek a hagyományos értékekre, azaz a fegyelmezett, szorgalmas munkára építik fel a maguk pedagógiai kultúráját.